Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk, lesz egy tudatosságfejlesztő, hát ilyen bemutató képzés, és lesz egy coach képzés, ahol mi a coach, ember és életjobbító, azt jelenti a mi értelmezésünkben, ember és életjobbító coach képzés, ahol az élettel és az emberrel kapcsolatos módszereket adunk át az emberek számára. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Kezdjünk is hozzá. Szeretném megkérdezni, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, ami felé a világ halad. Nem vagyunk elégedettek? Mi baj van a világ haladásával? Tudatlanok az emberek. Tudatlanok az emberek? Hiányzik a szeretet. Hiányzik a szeretet, összefogás. Etikátlan. Etikátlanság van. Nagy az elnyomás. Csak a saját önös érdekeikkel törődnek emberek. Tekintettel nincsenek a másik életszférájára is. Tekintettel sincsenek az emberek a másik életszférájára. Tehát van gond. És szerinted mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ? Pusztulás. Káosz. De hát az emberek nem ezt gondolják, nem? Azt gondolják, hogy nem is gondolkodnak. Előre nem gondolkodnak. Nincs. Mának élnek. Nem? Tehát csak rosszabb ne legyen, nem? Hát még az se. Hát de nem javul a helyzet, nem? Vagy javul? Nem javul. Jelenleg olyan világban élünk, ahol ugye van terrorizmus, hát az abból jön össze, hogy vallás van és tudatlanság, ugye ott van zsarnokság, ahol hatalom van és tudatlanság, ott van káosz, ahol szabadság van és tudatlanság, korrupció ott van, ahol pénz van és tudatlanság, bűnözés ott van, ahol szegénység van és tudatlanság. Tehát igazából a tudatlanság minden gonosz eszköze és a gonoszság gyökere. Na most beszéljünk erről egy kicsit, jó? Erről a gonoszság kérdéséről. Emberek gonosznak születnek? Nem. És hogy válnak gonosszá? Tehát egy ember hogy válik gonoszszá? Ilyen hatások érik. Olyan külső hatások érik, nem? És honnantól származtatjuk ezt a külső hatásokat? Hm? Emberi kapcsolatok. De honnantól? Nem, fogantatástól. Nem? Hát a fogantatástól érhet minket külső hatás, nem? Tehát ugye megnézitek azt, hogy mondjuk egy 9 hónap ugye általában egy terhesség, ugye több nem szokott lenni, inkább kevesebb, és ebben a 9 hónapban egyáltalán nem mindegy, hogy az édesanyja az milyen kiegyensúlyozott környezetben van, illetve ő maga mennyire kiegyensúlyozott. Tehát hogyha egy kiegyensúlyozott 9 hónap volt, akkor lesz egy 9 hónap múlva egy olyan újszülött, aki kiegyensúlyozott. De ha az édesanyja nem kiegyensúlyozott, mert mondjuk ilyen zaklatott környezetben él, és zaklatottá válik az édesanyja is, akkor megszületik a baba, és az egyáltalán nem lesz kiegyensúlyozott. Sőt, lehet mondani azt, hogy egy nagyon nem kiegyensúlyozott édesanyja, amelyik egy nagyon nem kiegyensúlyozott környezetben élte le azt a 9 hónapot, a terhesség 9 hónapját, akkor lesz egy zaklatott baba. Hogyan fog ez megnyilvánulni?
hogy minden, minden további nélkül állandóan sír. Én ezt ugye gyerekkoromban megtapasztaltam, én nekem elég nagy a rokonság, ha valaki, rokonságom, ha valaki még ezt nem hallotta volna, ugye már ezelőtt, tehát a nagyapámtól kiindulva, ezelőtt 35 évvel már, vagy 40 évvel gyakorlatilag, már azt számoltuk anyuval, hogy az ő anyai ágán, ugye a nagyapámtól kiindulva voltunk 160 valamennyien. És hát ugye ez elég népes rokonság, és ugye én rengeteget voltam lenn nyaranta, ugye a rokonoknál Szabolcsba, ugye a nagyapám Szabolcsba jött, és a rokonság nagy része a Szabolcsba, sőt ugye megnézed a térképen Magyarország jelenlegi térképét, akkor a legeslegtávolabbi pontot megkeresed Budapesttől, tehát légvonalban a legeslegtávolabbi pontot. Na, én abba a faluba mentem minden nyáron, körülbelül másfél-két hónapot ott töltöttem, egész ugye kisgyerekkoromtól. És hát ott nőttek föl másodunokatestvérek, és én azt láttam, hogy akinek az édesanyja, mondjuk az unokatestvérem, az zaklatott volt, megszületett a baba, és állandóan sírt. Vele egykorú volt egy másik baba, két hónap különbség volt köztük, az is fiú, mind a kettő fiú, az ilyen nyugodtabb körülmények közé született, mert az anyja ilyen nyugodtabb körülmények között élte meg a terhességét, az meg nem volt zaklatott. És az egyik állandóan sírt, de úgy képes volt sírni, érted, hogy így remegett. Tehát ilyen lehetett látni rajta az ideget, a gyereket. Tehát egész kiskorban, és ilyen 10 évkor különbség volt köztünk. De visszaemlékszem, mert ugye sokat bízták rám ezeket a gyerekeket, nyilván nem újszülöttként, hanem majd utána egy olyan egy éves kor után, 2 éves korban, meg 3 éves korban, és különbség volt a két gyerek közt. Tehát ugye egy olyan világban élünk, ahol hát ha megnézed, az embereknek már a java, aki most születik, már egy olyan terhesség alatt van a 9 hónapban, tehát egy olyan terhességet él meg az édesanyja, hogy a legtöbb baba az nem kiegyensúlyozott. Ként születik, tehát már kapja a különböző külső negatív hatásokat, már abban a 9 hónapban, amikor még meg se született. És képzeljétek el, ez a 9 hónap még nagyobb befolyással van az emberre, tehát ezek úgy vannak, hogy a legnagyobb, tehát menjünk visszafele, tehát ugye a gyerekkori befolyások, ez most egy tanítás is egyben, tehát a gyerekkor az 21 éves korig tart, tehát nem 18, hanem 21, jó? Tehát addig tart a gyerekkor, és amint betöltötte a gyerek a 21 évet, onnantól kezdve már nem gyerek, hanem felnőtt. Na most 21 éves kor az ugye onnantól felnőtt, de 14-től van egy korszak, tehát 14-től 21-ig, ami elég nagy befolyással bír a gyerekre, de ennél még nagyobb befolyással bíró időszak az a 7-14 éves kor, sőt annál is van nagyobb befolyással bíró időszak, ez a 0-tól 7 éves korig, és a legnagyobb befolyással pedig az első 9 hónap bír. Tehát ami azt jelenti, hogy ezek olyan befolyása, főleg az első 9 hónap meg az utána következő 7 év olyan befolyással bír, hogy minden negatív történést magadra vettél, és annak utóhatása van az életed, teljes életedre, addig, míg erre nem jössz rá, hogy az mi volt, hogy történt, mint történt, és nem oltod ki annak a negatív hatásait. Tehát mondom még egyszer, onnantól, hogy megfogantál, tehát például valaki erőszak hatására fogan meg, már az olyan hatással bír az egész életére,
hogy az az erőszakos fogantatás visszaköszön ő neki az élete különböző pontjaira nézve addig, ameddig él. Erről a legtöbb ember mit se tud. Tehát mit se tud, hogy abban a 9 hónapban, és ami utána következik 7 hónap, vagy 7 év akarom mondani, az minden negatív történés, amit átélsz, az olyan hatással van, hogy visszaköszön a hátralévő életedben, minden olyan helyzetben, ami egy nagyon picit is emlékeztet arra a dologra. Érted? Ez a nagyon pici emlékeztetés, ez lehet olyan, hogy a helyiségben lévő tárgy, az illető hasonlósága, akik ott voltak illetők abban a helyiségben. Oké? Okay. Maga a történés hasonlósága, bármilyen szintű hasonlóság az alatt az időszak alatt. Lehet egy szó, lehet egy mondat, de legtöbb esetben egy szó elég. Tehát ugyanaz a szó, mint akkor elhangzott. És erre az illető bekattan, és elkezd úgy cselekedni, hogy a többiek a környezetében nem értik, hogy az előbb még normális volt, most meg mi a jó Isten baja van. Na most, mivel az emberek ezeket a dolgokat nem ismerik, ezért elég sűrűn olyan élethelyzetbe kerülnek, amit még maguk sem értik utólag, de nagyon egyszerűen megmagyarázzák, mert az emberben van egy ego, és az ego egyszerűen azt mondja, hogy hát úgy volt helyes az, amit csinálta, hogy volt. És akkor ebben az egész le van tudva, csak az a baj, hogy az emberben van egy lélek, és az embernek van egy lelki ismerete, ugye ha nem lenne bennünk lélek, akkor lelkiismeretünk se lenne. Tehát van egy lélek az emberben, és ezáltal van egy lelkiismeret, és a lelkiismeret szemben áll ezzel a kérdéssel, amit az ego generált, hogy helyes volt az a cselekedet, az úgy volt jó, hogy volt. Tehát mit tudom én, megmagyarázza, hogy azért kellett azt tenni, mert, értitek? És akkor jön ezzel szembe a lélek, amelyik azt mondja, hogy álljon meg a menet, ez azért nem egészen így van. Tehát az nem volt egy helyes cselekedet. Na és ez a kettő, ez a mondhatjuk úgy, hogy kettősség szemben áll egymással. Tehát ezért látod, hogy a magadban is van egy ilyen kettősség, de nem csak magadban, hanem a legtöbb emberben, szinte mindenkiben van egy ilyen kettősség. Tegnap láttam egy érdekes filmet, és hirtelen nem tudom mi volt a címe, nem tudná kívülről, én ezeket a filmcímeket mindig elfelejtem. Lényeg az, hogy arról szólt, hogy meghalt egy ügynök, egy ilyen kormányügynök, egy ilyen kormányügynök, aki ilyen nagy tudással bírt, megölték, és átültették egy olyan emberbe a tudását, agyába, egyikből a másikba, aki gyakorlatilag nem tudta felmérni, hogy az életben mi a rossz és mi a jó, ezért börtönbe ült, mert úgy cselekedett, hogy nem tudta, hogy mi a jó és mi a rossz, ezért simán gyilkolt, akármit csinált, érted? Tehát gyakorlatilag nem volt lelkiismerete. És ebbe átültették az összes működését, az agyi működését annak az illetőnek, tehát nem volt műtét, csak az elméjében lévő információkat tették át. És lényeg az, hogy arról szól a film, hogy hogy kezd elhatalmasodni benne ebből a lélektelenségből az a működés, amelyik normális működés volt. Értitek? Tehát egy érdekes film egyébként ebből a szempontból, hogy milyen egy olyan ember, akinek nincs lelkiismerete, vagy milyen, mikor elkezd
a lelkiismeret működni benne. Tehát cselekszik, és utána elindul a lelkiismeret. Jó, de hogy mi a film címe, azt nehéz tudnám megmondani. Azt mondja, hogy mi is mindjárt eszembe jut, ha minden igaz. Tudat. Nem. A tudat előtt van valami szó. De a tudat sem ilyen egyszerűen van, hanem valami. Na mindegy. Nem. Ez filmcím, mondom. Na mindegy, majd szünetben úgyis meg tudom majd mondani, vagy majd a végén meg tudom mondani, mi a filmcím, mert érdemes ebből a szempontból megnézni, mert érdekes. Na, de nem is erről szeretnék beszélni, hanem arról beszéltünk, hogy tudatlanság. Tehát egy nagyon fontos dolog lenne, hogy az ismerje az ember, hogy az, maga az ember hogy működik. Egyébként sokkal több dologban működünk azonosan, mint különbözően. Tehát sok mindenben működünk különbözően, de mégis több dologban működünk azonosan, mint különbözően. Na most, a legtöbb embernek fogalma nincs, hogy mi az azonosság az emberekben. Például az ember úgy működik, hogy két agyféltekéje van, ezt biztos már mindenki hallotta, van egy bal agyfélteke, meg egy jobb agyfélteke, ezeket a dolgokat rendszeresen keverik azért, hogy az embereket megtévesszék. Na most, nem véletlenül van jobb oldalunk, meg bal oldalunk, a jobb az a jobbik felünk, akármilyen hihetetlen, a jobbik felünk, tehát nem véletlen hívják jobbnak. Ugyanis az a tudatossági oldalunk. A jobb oldal az a tudatossági oldal, a bal oldal pedig az érzelmi oldal. Na most, mi a baj az érzelmi oldallal? Mert ugye van, akinek ez a happy-e, hogy az az igazi emberi működés, az érzelem. Jó? Az a baj ebben az érzelmi oldallal, hogy itt vannak benne azok az emlékképek, ami által az ember egy múltbéli esemény által olyan dolgokat képes a jelenbe tenni, amihez a jelennek semmi köze a múlthoz. Tehát nem tudom, értitek-e. Tehát a múltban megélt az ember helyzeteket, ez el van raktározva, és az érzelmi részünknek, a baloldali része az elménknek, annak a tulajdonsága az, hogy ha van valami emlékezetes dolog a múltra vonatkozóan, egy negatív esemény, akkor azt az utasítást adja ki a testnek, hogy úgy kell cselekedni, hogy a múltban történt. És az mindegy, hogy te csináltad, vagy valaki más csinálta, ha te úgy élted meg, hogy senki nem magyarázta meg azt a dolgot, és nem értetted meg az ottani működést, akkor egyszerűen elkezdesz úgy működni, ami adott helyzetben nem ideális. Fogalmuk nincs az emberek 99%-ának, vagy még többnek, hogy ez így működik. És ez a legnagyobb baja az embernek, hogy az ember így működik. És ez úgy működik, hogy hiába próbál valaki tudatos lenni, hogyha bekapcsol a reaktív elméje, ezt úgy hívjuk, hogy reaktív elme, mert ugye ez nem aktív, tehát nem aktívan befolyásol, hanem ilyen reaktív módon, akkor ez a, ha ez bekapcsol, akkor lekapcsolódik a tudatosság, és az ember képtelen gondolkodni. És ez méghozzá, tudjátok, mihez kapcsolódik? A hangulathoz. Tehát van egy bizonyos hangulati szint, ami fölött képes az ember tudatos lenni, ami alatt nem képes tudatos lenni, és egyszerűen csak a reaktív elméje működik. Tehát úgy működik, ahogy a múltban tapasztalta, megszokta. Tehát az mind reaktív elmés működés, például, csak mondok egy példát, hogy mondjuk 8-ra kell járnod dolgozni, és ahhoz mondjuk 17:30-kor csörgetni kell az órát, hogy beér meg, elkészülj meg, stb. És hogy egy idő után nem kell csörgetni, hanem fölébredsz akkor is 17:30-kor, hogyha nem csörög az óra, vagy akár hétvégén is fölébredsz, akkor is, ha 17:30 van, pedig nem kell menni dolgozni. Na, ez egy reaktív elmés működés. Érted?
Tehát ennek a tudatossághoz semmi köze, mert például vasárnap, ha tudatos lennél, akkor azt mondanád, hogy hát most nyugodtan alhatok tovább, nem kell menni dolgozni, nem kell fölkelni 5:30-kor, érted? Lehet aludni 8 óráig nyugodtan. De mégis a legtöbb ember 5:30-kor föl kell szombat-vasárnap is, mert megszokta, hogy szombat-vasárnap, vagy hétköznap föl kell kelnie 5:30-kor. Világos ez? És ez egy nagyon egyszerű dolog. És nem csak ezzel kapcsolatban vagyunk így, hanem sok mindennel kapcsolatban. Tehát amikor ösztönösen elkezdesz működni, tehát odafigyelés nélkül. Például az egy reaktív elmés működés, hogy nem tudatosan körülnézel, mielőtt lelépsz a járdáról. Tehát nem tudatosan, hanem ösztönösen körülnézel, amikor lelépsz a járdáról. Ez egy ösztönös működés. Ez baloldali agyfélteke. Na most annyi előnye van a baloldali agyféltekének, mondom, ez tanítás, annyi, csak úgy, na most képzeljétek el, mondjuk ilyen dolgokat lehet tanulni az első részben, mit lehet a másodikban. Na mindegy. Szóval annyi az előnye, hogy pár század másodperces a reakcióidő. Tehát max nagyon rövid, ilyen pár tized másodperc, de inkább pár század másodperces reakcióidő van. A tudatossággal pedig ilyen, hát ilyen több tized másodpercnyi reakcióidő van. És erre azt szokták mondani, hogy ugye az a jó, ha pár század másodperces reakcióidők vannak, mert az alatt, mondjuk, mondok példát, valaki vezet, és valaki, mit tudom, előlép az autó elé, és ő hirtelen a másodperc töredéke alatt, tehát pár század másodperc alatt rálép a fékre. Ugye hát jobb lábbal, nem balla. Tehát rálép a fékre. Oké? Tehát leveszi a gázról a lábát, és átteszi a fékre. Na most ezt tudatosan nem lehetne megcsinálni pár század másodperc alatt, ehhez tudatossággal mondjuk olyan 1-2 tized másodpercre szükség lenne. Érted? Na most az alatt meg lehet, hogy az illető simán elütné azt a szemét. Tehát ezért mondják azt, hogy szükség van a baloldali agyfélteke teljes működésére, tehát az ilyen ösztönös működésre. Erre csak annyit mondanék, jó válaszként, aki netántán ilyet hallott már, hogy ezért van szükség a baloldali agyfélteke működésére, ugyanis ha tudatosan működik az ember, akkor nem kerül olyan helyzetbe, hogy mondjuk egy másodpercen belül ne tudna lefékezni. Tudatosan. Ugyanis a tudatosság azt jelenti, hogy jobban látsz a jelenben sokkal jobban mindent, jobban érzékelsz a jelenben sokkal mindent, mint akkor, hogyha reaktív működésed van. Érted? Tehát magyarul észreveszed azelőtt, hogy le akar valaki lépni, sőt, megérzed, eszedbe jut, ez a megérzés azt jelenti, hogy eszedbe jut, hogy ez le fog lépni, és már nekiállok fékezni. Világos ez? Tehát magyarul, ha az emberek tudatosan működnének, például az is, aki lelép, az is tudatosan működne, akkor azt mondja, hogy húha, ez az autó lehet, hogy nem fog megállni, azért nem lépek le. Világos ez? Tehát ha az emberek tudatosan működnének, akkor nem lenne olyan, hogy baleset, és nem lenne olyan, hogy betegség. Hoppá. Tehát ez a két dolog ki lenne csukva. Világos ez? Tehát se baleset, se betegség nem lenne. Tehát minden betegség és minden baleset az érzelmi gondolkodásunk, érzelmi működésünk, hát az érzelmi gondolkodás az nem gondolkodás, érzelmi működésünk következménye. Oké? Tehát olyat tudna az ember csinálni, hogy rosszul dönt. De csak amiatt tudna rosszul dönteni, nem azért, mert az érzelmei elvitték, hanem azért, mert nem volt kellő információja, kellő tudása. Ezért helytelenül döntött. Tehát tudáshiányból simán lehet még egy okos embernek is helytelenül döntenie. Oké?
De nem mindegy, hogy azért dönt valaki helytelenül, mert nincs információja, aminek utána lehet járni, vagy azért, mert egyszerűen elviszi az érzelme, és azt mondja, hát én azt érzem, hogy ezt kell csinálnom. És utána szív, mint a boci. Mert azt érezte, hogy ezt kell csinálnia. Hát most gondolj bele, hogy hányan adósodtak el Magyarországon az elmúlt évtizedekben, sőt, hányan adósodtak el úgy, hogy elvesztették a vagyonukat, vagy amit fölvettek, azt elvesztették, vagy amire fölvették a pénzt, azt elvesztették, és megkérdeznéd, mind azt mondaná, hogy úgy érezte, hogy neki abba bele kell mennie. Világos ez? Mármint abba a hitelbe bele kell mennie. És az abba ennyi tudatosság nem volt. Tehát ő nem azért döntött, mert nem volt megfelelő információja, de megpróbált utána járni dolgokat, nem, hanem egyszerűen az érzelmei elvitték. Tehát milyen jó lesz például az, ez már egy érzelem, milyen jó lesz az, hogy hát én láttam gyerekkoromban, hogy a szüleim mennyit gürcöltek, mire házuk lett, és ugye teljes egészében saját pénzből kellett kifizetniük, és mennyi spóroltak rá, stb. Hát én majd nem. Én majd úgy veszek házat vagy lakást, hogy nem kell egy fillért se kiadnom rá, hanem majd a bank finanszírozza, és majd utólag finanszírozom én a banki hitelt. Világos ez? Na ebben van bármilyen jellegű tudatosság, akkor én itt teszem meg a kalapom. Oké? Tehát lényeg az, hogy ha tudatosságot nézünk, akkor az ember azt gondolja, hogy na, tudom, fölveszem 25 évre, és fogom én ezt tudni fizetni 25 évig? Például mi a garancia arra, hogy jövőre is ugyanannyit keresek? Na ez már tudatosság, világos? Na most az, hogy nekem van munkahelyem, mondja egy tudatos ember, vagy egy nem tudatos ember, és beszélhetünk. Az, hogy, illetve kérdezem, ha neked munkahelyed van, tőled függ, hogy meddig dolgozol ott? Hát ha 10 embert megkérdezel, hogy tőle függ, akkor 10 emberből legalább 10, de inkább tehát azt fogja mondani, hogy nem tőle függ. Nem tőle függ. Tehát bármikor egy munkahely megszűnhet, nem? Vagy az a munkakör megszűnhet, nem? Vagy bármikor azt mondják, hogy mit tudom én, helyetted fölveszek mást, mert azt már kevesebbet kell fizetni. Érted? Tehát a mai világban a dolgozótól semmi nem függ. Tehát semmi. Tehát olyan, hogy dolgozói érdekvédelem, olyan gyakorlatilag nincs. Sehol. Jó, ezt felejtsd el. És egyre inkább nincs. Jó? Tehát, hogyha valakitől meg akar szabadulni egy munkáltató, akkor egyszerűen felmond neki, legfeljebb kifizeti a felmondási időre járó pénzeket, meg végkielégítés, stb. És kész, onnantól kezdve el van zavarva. Világos ez? Sőt, ha ugye ügyesen csinálta azt az egészet, akkor olyan munkaszerződés van, ahol végkielégítés sincs. Nem? És akkor menjen valaki reklamálni. Ennyi. Na ezt most csak azért mondom, mert ugye az embereknek tudás hiánya van az ember és az élet működésével. Ugye az, hogy például hogyan vannak a jogi dolgok, az már nem emberi működés, hanem az az élet részhez tartozik. Tehát az élet részhez. Tehát például egy dolgozó azt gondolja, hogy ő addig dolgozik a cégnél, ameddig ő akar, akkor ő óriási tudáshiányba szenved. Tehát ennek nem tudja a jogi hátterét, és az egyéb dolgokat, nem tudja az élet működését. Mert ugye a jog az élet működése, az nem az ember működése. Tehát a jog az tőled független dolog. Világos ez? Tehát nem te hoztad a jogi szabályokat, ezért tőled független. Na most tehát
Ugye miért van tudatlanság? Na most gondolj bele, itt vagyunk ezen a bolygón, mi emberek, ugye maga az emberiség már, vagy tudom, ez a típusú emberiség, vagy 6-7 ezer éve, tehát ez a típusú emberiség. Tehát nem azt mondom, hogy emberiség, hanem ez a típusú emberiség. Milyen típusú emberiség? Nem kinézetre, hanem ez a működésű, hogy van az érzelmünk és van a tudatunk. Ilyen emberiség előtte ezen a bolygón nem volt, sőt, a világegyetemben nincs olyan értelmes lény, amely kettős agyféltekével rendelkezne. Nincsen. Tehát minden értelmes lénynek egy agyféltekéje van. Ami azt jelenti, hogy nem félteke, hanem egy agya van. Világos? És ez minden értelmes lénynek csak tudata van. Sőt, az eddigi emberiségeknek is, mert több emberiség volt ezen a bolygón már, az eddigi emberiségeknek is csak egy agya volt, és nem volt két agyféltekéje. Ezáltal olyan, hogy érzelem nem volt ismert. Oké, nem volt olyan, hogy érzelem. Tehát mindent annak alapján cselekedtek, és cselekednek a világegyetemben az értelmes lények, kivétel a Földön ugye az ember, amit a tudásuk enged vagy nem enged. Tehát a tudásuk alapján tesznek vagy nem tesznek meg dolgokat. Világos ez? Ha kevés a tudásuk, akkor annyit tesznek. Ha sok, akkor annyit tesznek. Na most, de azért ezt is mondanám itt a Földön, hogy ugye ebben azért jó nagy mértékben különbözünk a világegyetem többi értelmes lényétől, és az eddigi értelmes lényektől, de azért van itt, vannak itt más dolgok is, amit ugye az embernek tudnia kellene. Tehát például, na mit akartam mondani, mindegy, majd eszembe jut. Tehát, ja igen, megvan. Azt akartam mondani, hogy te neked annyi tudásod van, amennyit születésedtől szereztél, legalábbis ezt gondolod, nem? Nem ennyi tudásod van, hanem fogantatástól van a tudásod. Tehát te akkor is tanultál, mikor az édesanyád hasába voltál. Jó? Tehát ahány éves vagy, plusz 9 hónap, annyit tanultál, annyi a tudásod, jó? Na most akkor nézzük tovább. De a többi értelmes lénynek a világegyetemben nem annyi tudása volt. Hanem tudod, mennyi tudása volt? Amióta lélekként működik, nekik gyűlik a tudásuk. Érted? Ugyanis a lélek az nem hal meg a testtel. Sőt, mi vagyunk az egyetlen a világegyetemben olyan lények, akik gyerekként születünk. Tehát gyerekként születünk. Hát hogy lehet felnőttként születni? Hát úgy, hogy felnőttként lép be a lélek a testbe. Érted? Tehát magyarul felnevelik a testet, és utána egy felnőtt testbe belép a lélek. Ami azt jelenti, hogy ő döntése alapján lép be abba a testbe. És az annyit is jelent, hogy akkor lép ki belőle, amikor akar. És mi emberek nem így működünk. Mi emberek úgy működünk, hogy beszületünk egy ilyen kis tehetetlen csecsemő testbe. Hát ehhez, hogy be tudjunk születni egy ilyen tehetetlen csecsemő testbe, ki kellett törölni az összes tudást, amivel rendelkezett a lelkünk. Mert különben nem viselte volna el azt a fajta létformát, amit egy csecsemő működése jelent. Érted? Tehát csak úgy lehet elviselni egy csecsemői működést, hogy az ember tudatlan teljes egészében. Világos ez? Hát képzeld el, most azt mondanák avval a tudással, ami vagy holnap, hogy na akkor ezzel a tudással szülesz be egy csecsemőtestbe. Hát megőrülnél. Szó szerint rosszabb lenne, mint bármilyen börtönbe bezárnak. Mert tehetetlenebb lennél, mint bármilyen börtönbe zárt ember. És kiszolgáltatottabb lennél. Világos ez? És ott szenvedhetnél hónapokat, éveket,
mire tudnád használni a valamicskét a tudásod? Hát gondolj bele, mondjuk egy 3 éves gyerek. Egy 3 éves gyerek már beszél, eszik, iszik, nyilván nem teljesen mindent önállóan, szobatiszta, nem? Na most, de mennyire képes egy 3 éves gyerek olyan cselekedetre, mint egy felnőtt? Tehát mennyire képes teremteni? Fizikai teremtést nézzünk. Mennyire képes fizikailag teremteni egy 3 éves gyerek? Hát gyakorlatilag nem sok fizikai teremtésre képes, nem? Tehát magyarul még 3 évesen is a jelenlegi tudásoddal nem tudnád teremteni, érted? Nem tudnád fizikailag azokat a dolgokat elvégezni, amit most el tudsz végezni. Érted? Hát eleve ott kezdődik, hogy fizikai akadálya lenne annak, hogy megemelj dolgokat, nem? Tehát súlyodnál nagyobb dolg, mint egy 3 éves gyerek, mondjuk van 10 kiló, vagy még annyi se, nem? Körülbelül. 10-valamennyi max, nem? Hát ez annyit bír max fölemelni, nem? Tehát hogy tudna az ember teremteni akkor, hogyha akár egy 3 éves testbe kerülne bele? Tehát ezért kell egy felnőtt test, és abba beleszületnek a lelkek, csak nem itt a Földön. A Földön nem így működik. Miért? Mert megnézed, a Föld gyakorlatilag olyan, mint egy bölcsöde az emberek számára. Hát a bölcsödében vannak a tudatlan gyerekek, nem? Tehát ott még eléggé magatehetetlenek, hát megnézed, hát mi is elég magatehetetlenül születtünk erre a bolygóra, nem? Tehát mondhatjuk ezt, hogy nem iskola ez, nem óvoda ez, hanem ez egy bölcsöde. Tehát beírattak a Föld nevű bolygóra bölcsödébe minket. Nem? Hát körülbelül a legtöbb ember, mire meghal, körülbelül annyi tudása van, hogy ezt ki is lehet jelenteni, hogy bölcsödébe volt. És akkor kiállt a bölcsödét, így van, és akkor lehetne óvodába iratni. Na most az óvoda lenne az aranykor. Jó, tehát akkor nézzük meg, hogy mi mivel foglalkozunk. Mit csinálunk? Itt van. Az embereknek eljutatjuk azt a tudást, és képességeket, és gyakorlási lehetőséget, mert ugye az is fontos, hogy hiába tanultál te bármit az életedben, gondold végig. Ha azt nem tudtad begyakorolni, akkor utána a tudásoddal kitörülhetted a hátsódat. Világos ez? Tehát ha valamit nem tudsz kellőképpen begyakorolni, az nem tudás. Az csak úgy hívják, hogy tanulás. Jó? Hát nézd meg! Hány évet tanultál az iskolákban? Számold már össze. Mindenki számolja össze magának, hány évet tanult az iskolákban. Beleértve a, ugye a középiskolát is, vagy a szakmai iskolát, egyetemet, stb. Számold össze. Hány évet tanultál, és mennyit használsz belőle a mindennapokban? Mennyit használsz a mindennapokban azokból? Tehát, hogy 10% nincs, az biztos, de még 5% se. Tehát annyit használsz, hogy írsz, néha olvasni talán többet, nem? Még ritkábban számolsz. Azt is a legtöbb esetben a gép számolja az embereket. Nem? Ennyi. Tehát amit a legtöbbet használunk belőle, az az olvasás. Nem? Tehát a legtöbb ember napi szinten nem ír. Tehát még az se. És napi szinten nem számol. Tehát még az se. Tehát napi szinten az olvasást használod. És a többi tudásom mi lett? Ott ücsörögtél, és akkor rájöttél arra, hogy tanítanak olyan dolgokat, aminek az ég adta világon semmi értelme. Amit ha szükséged van rá, később meg tudsz tanulni. Ha nincs rá szükséged, akkor meg minek tanították? Nem? Miért nem így van? Csak elszúrták az idődet. Mennyivel jobb lett volna, hogyha az alatt, az idő alatt valami hasznos dolgot csináltunk volna, mondjuk játszottunk volna, nem? Ilyen jó lett volna iskola lehet játszani, nem? Tök jó lett volna. Na most,
Tehát ha megnézzük, gyakorlás, gyakorlási lehetőséget is nyújtunk, amely által olyan élet és emberismerethez jutnak az emberek, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére. Hát ugye elég sok élethelyzete van az embernek, megéltél már rengeteg számát, nem tudnád összeszámolni, hogy mennyi élethelyzetet éltél meg, mert ez is egy élethelyzet, hogy most itt ülsz. Jó, szóval, és az ember, hogy képes legyen minden élethelyzetét helyesen kezelni. Most mondok erre példát, jó? Például egy ilyen helyzetben, amiben most vagytok, itt ültök a terembe, és ezt az élethelyzetet hogyan kell helyesen kezelni? Tehát az ember nem gondolja, hogy az élethelyzeteket, akár egy ilyen élethelyzetet is helyesen kellene tudni kezelni. Na akkor mindjárt elmondom, hogy ez hogy működik, jó? Tehát úgy működik, hogy hiába ülsz egy ilyen helyiségbe, és hiába adnak át tudást neked, hogyha közben a gondolataid nem itt vannak. Hanem hol? A legtöbb embernek a gondolata az a múltban van. Tehát a gondolatok azok, észrevetted, biztos kalandoznak. Ritkábban a jövőben, jellemzően a múltban. És a legtöbb embernek a gondolatai olyan múltban kalandoznak, amit úgy hívnak, hogy megoldatlan probléma. És ha te közben, míg én beszélek, tehát én beszélek, és közben mondok egy olyan szót, vagy egy olyan mondatot, ami emlékeztet egy olyan szóra, vagy egy olyan mondatra, amit te problémát nem oldottál meg, már is képes arra a gondolatod, hogy visszamenjen arra a múltba, és már nem is itt vagy a jelenben, fizikailag ugyan itt vagy, de gondolatban nem, hanem már is visszamentél gondolatban abban a múltban, hú, ezt hogy kéne megoldani, meg hú, mi lesz, hogy fogom én ezt megcsinálni, közben én meg beszélek, és azt sem tudod, mit beszéltem. Nem tudom, világos-e. Na most, hogy ki mennyire van ilyen állapotban, én azt onnan meg tudom állapítani, hogy itt állok és rátok nézek. Nem vicc. Ezt nem tudtam volna megállapítani ezelőtt 20 évvel. De meg tudom állapítani. Tehát, hogy ki mennyire van jelen, én azt pontosan meg tudom állapítani. Elmegyek egy 150 fős előadásra, mondjuk egy szeminárium, ami havonta egyszer van nekünk, 150 ember ott van, és ránézek az emberekre, és elkezdek nekük beszélni, és meg tudom állapítani abból, hogy hányan vannak valóban jelen. Oké? És hányan nem ott járnak gondolatban. Tehát képzeljétek el, ennek fizikai megnyilvánulása van. De ezt most nem fogom tanítani, hogy mi ennek a fizikai megnyilvánulása, jó? Tehát lényeg az, hogy az emberek megélnek élethelyzetet, és fogalmuk nincs, hogy az élethelyzeteiket hogyan kell kezelni, ezért beülnek mondjuk egy képzésre, és azt mondja az illető, hogy hát én ez alatt, az előadás alatt nem tanultam semmit. Tudod, miért mondja ezt? Mert nem volt jelen gondolatban. Fizikailag ott ült. Tehát így oda mentem volna és megveregettem volna, akkor azt valahogy érzékelte volna, biztos. De egyébként ő szellemileg nem volt jelen. Tehát a gondolatai nem ott voltak. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag eltöltötte az időt, és nem tudta hasznosítani azt az időt úgy, ahogy azt lehetett volna hasznosítani. Az ember olyan, hogy képes bármit megtanulni, de annak a legnagyobb akadálya, hogy bármit megtanulj,
a te múltad. Nem az előző életed, nehogy véreértsd, hanem ebben az életedben, ami történt veled. Tehát a múltad. Tehát a múltad az, ami igazából itt a baloldali agyfélteké keresztül el van raktározódva a reaktív elmédben, és azok az múltbéli negatív események, amik történtek veled, ami negatív hatással volt rád, aminek a számát se tudnád összeszámolni, amennyi volt életedben, az befolyásolja az embert, és az okozza az ő képtelenségét a cselekvésre, tehát egy olyan helyzetben, amikor cselekedni kellene, vagy egy olyan helyzetben, amikor folytatni kellene a cselekvést, vagy egy olyan helyzetben, amikor be kellene fejezni a cselekvést. Tehát vannak olyan emberek, most be kellene fejezni, csak mondjam, hogy már rég be kellett volna fejezni valamilyen tevékenységet, mondjuk egy vállalkozást, már így megy lefelé a vállalkozás, és még mindig ki akarja belőle hozni a dolgokat, már hatszor annyit dolgozott, mint kezdetben, de még mindig ugyanahhoz ragaszkodik. De nem csak a vállalkozókról lehet ezt elmondani, vagy vállalkozók jó részéről, hanem el lehet mondani az alkalmazottakról is, hogy ugye az van a fejükben, hogy hát csak sokkal rosszabb ne legyen. Igaz, hogy rosszabb, mert mondjuk olyan fizetésemelést nem kap, mint amilyen az infláció. Tehát magyarul, hogyha valakinek a fizetése nem emelkedik annyit, mint az infláció, nem a hivatalos inflációról beszélek, hanem a tényleges inflációról. Ha nem emelkedik olyan mértékben, mint az infláció, akkor neked csökkent az életszínvonalad. Világos ez? És ha az embernek csökken az életszínvonal, akkor valamit tenni kéne annak érdekében, hogy ne csökkenjen, nem? Tehát nem az a megoldás, hogy az ember azt mondja, hát hogy csak sokkal rosszabb, most kicsivel rosszabb, de csak sokkal rosszabb ne legyen, nem ez a megoldás. Tehát az ember képes lenne minden élethelyzetet kezelni, de ugye ott van bennünk ez a fajta működés, ez a rengeteg múltbéli negatív emlékkép, amely azt mondja, hogy ebben a helyzetben az a legjobb, hogyha nem teszel semmit. Érted? Mert mondjuk azt láttad, hogy volt egy ilyen helyzete a szüleidnek, és abban a helyzetben a szüleid nem tettek semmit. És akkor te azt gondolod, nem gondolod, úgy érzed, hogy neked se kell tenni semmit. Világos? Csak az nem te vagy, hanem a szüleid voltak. És az az ő életük volt, ez meg a te életed. És a két élet közt lényeges különbség van. Hát most mondok példát, jó? Mit tudom én? Tipikus példa, jó? Valaki párkapcsolatban él. És mostanában jellemző a párkapcsolatokra az, hogy a hölgyek az erőteljesebbek. És férfiak meg ilyen maflák. Hát sajnos kénytelen vagyok ezt mondani. És ha megnéznénk, visszamennénk az ő édesanyjára, tehát a hölgynek az édesanyjára, akkor azt látnánk, hogy ott a hölgy, ott is az anyja volt az erőteljesebb. Mennénk a nagyanyjára, az anyai nagyanyjára, akkor rájönnénk arra, hogy ott is a mama volt az erőteljesebb. És ha így végigmennénk a vonalon, akkor azt látnánk, hogy mindenhol az anya volt erőteljesebb. Vagy például azt találnánk, hogy nem volt apa, mert mondjuk meghalt a háborúba. Érted? Tehát apa nélküli szülőről beszélünk mondjuk, illetve családról. Tehát végig ott van a vonalon, akár hetedik Ziglen, hogy végig a hölgyek voltak az erőteljesebbek, vagy mondjuk éppen egyedül volt kénytelen fölnevelni a gyereket a hölgy. De hát az ugyanolyan, hogy nem volt egy erőteljes apa. Na most akkor kérdezem,
hogy tehát ez a normális, hogy az ember viszi tovább a hülyeséget? Hát abszolút nem, nem? Tehát gondoljátok végig, már van egy olyan, megszületik az a pici csecsemő, és ugye a pici csecsemő mikor megszületik, első dolog, hogy az anya melléhez odarakják a gyereket, tudod, rárakják az anya, tehát hogy hallja az anyai szívhangot, akkor utána az anya megfogja gyengéden, biztonságban, stb. A saját kis csecsemőjét, utána jön az apa, határozottan megfogja, érted? Rögtön a gyerek mit fog érzékelni? Hogy van egy anyai gyengétség, meg van egy atyai határozottság, érted? Most képzeld el, mit tudom én, valaki úgy születik, hogy nincs már apja, mert közben a nő meggondolta magát, hogy ez az apa nekem nem kell, tehát hol lesz ilyen? Első pillanatról beszélek, hol lesz ilyen? Nem lesz apa, aki megfogja az ő drága gyerekét, hogy megszületett, érted? Tehát a férfi nem tudja úgy megfogni a babát, mint egy nő, mint az anya, érted? Tehát a nők genetikailag hordozzák, hogy hogy kell ezt a csecsemőt megfogni. Elég baj, hogyha valaki nem hordozza, na mindegy. A férfiakban nincs benne ez, hogy hogy kell egy csecsemőt megfogni. Érted? És ő úgy, ahogy tudja, határozottan, puff, megmarkolja, megfogja, nyilván nem a nyakánál fogva, természetesen. De a csecsemő rögtön azt fogja érzékelni, hogy ki a határozott. Vagy van ott egy tutyimutyi férfi, jaj, hogy fogjam meg? Hát meg sem merem fogni. Érted? És akkor meg se fogja. Hát majd otthon. Na szóval lényeg az, hogy az embernek képessé kell válni minden élethelyzetet helyesen kezelni. Ha az embernek nincs tudása, akkor az ösztöneire hivatkozhat. Az ösztön az meg teljes egészében az, amit ebben az életében átélt. És az vagy helyes volt, vagy nem? A legtöbb embernél nem helyes. Hát ezért volt az, hogy régebben az emberek helyes, jobban tudták az élethelyzeteiket kezelni, mint manapság, mert egyszerűen régebben ez a reaktív elmés működésű tárolásban helyesebb adatok voltak eltárolva. Érthető? És ezért az élethelyzeteiket tehát akkor sem volt az embereknek több tudásuk sokkal, mint manapság az életük helyes kezelésére, de jobb mintákat láttak, nem tudom, világos-e, tehát sokkal jobb mintákat láttak, most meg a minták azok a legtöbb családnál borzalmasak, tehát borzalmasak, és ha az emberek nem növelik a tudatosságukat, akkor ez folyamatosan romlik, érted? Egyre borzalmasabb és borzalmasabb lesz az élethelyzetek kezelése. Nyilván fontos, hogy az ember képes legyen problémákat megoldani, de annál talán még fontosabb lenne, hogy megelőzzen az ember problémákat, nem? Célokat elérni fontos lenne, nem? Az élet jobbítása tehát tudás nélkül lehetetlen. Tehát életet úgy lehet jobbítani, hogy az embernek van tudása. Lelki fejlődés. Ezért születtél. Tehát ezért születtél, hogy lelkileg fejlődj. Tehát ezért született minden ember, hogy átmenjen egy lelki fejlődése. A lelki fejlődésnek van több szintje. 7 konkrétan.
Tehát nem ezzel kezdődik, nem a hetessel kezdődik, hiába az van fölül. Jó? Hanem az egyessel kezdődik. Körülnézel, akkor a legtöbb ember, vagy nagyon sok ember, inkább azt mondanám, nem azt mondom, hogy legtöbb, de nagyon sok ember a túlélésért küzd. A másik nagyon sok ember a biztonságáért küzd. Tehát, hogy biztonságban legyen. Tehát most, ha megnéznénk az arányokat, akkor lehet, hogy azt mondanánk, hogy mondjuk most egy olyan jelen pillanatban, olyan társadalomban élünk, most per pillanat, ez nem mindig így volt, jön egy gazdasági válság, rögtön ez lesz többségbe, az egyes. Volt 2008-ban a gazdasági válság, akkor is a túlélés szintje volt többségében, most a biztonság szintje van többségében. És akkor vannak olyan emberek, akik már valahova tartozás szintjén vannak, például akik itt vannak köztünk. Még kevesebben vannak azok, akik az elismerés szintjén vannak, vagy az önmegvalósítás szintjén. Hát olyan, aki a küldetés vagy a beteljesülés szintjén van, olyat meg hát szerintem személyesen nem nagyon ismersz. Jó? Tehát azért mondom, hogy nem nagyot, mert mondjuk egy hatost azért ismerhettek, de hetest azt nem, biztos, hogy nem ismertek személyesen. Jó? Tehát lényeg az, hogy van egy gond ezzel, hogyha megnézzük, visszamegyünk egy kicsit ide, a Földön belátható időn belül aranykor legyen. Na ezért adjuk át az emberek számára a tudást. Én nekem van egy, tehát van több különleges képességem. Az egyik különleges képesség az, hogy kapok információkat azzal kapcsolatban, hogy mi várható. Hát, hogy mi várható, mi lesz. És általában az, ami várható, az előbb szokott bekövetkezni, mint amit, amire információt kapok. Nyilván, amivel először kapok információt. És a bolygón aranykornak kell lennie. Hát mondom, kell. Az aranykorhoz átmeneti időszak az 6 év múlva lesz. Tehát 6 év múlva mehetünk óvodába. Bölcsibe. Nem, most vagyunk bölcsibe. 6 év múlva mehetünk óvodába. És 9 év lesz az óvodáskor, és utána iratkozunk be iskolába, az lesz az aranykor. Jó, tehát ez egy ilyen hosszított óvoda lesz, tudod, nem 3 év, hanem ez egy 9 éves periódus lesz. Tehát az azt jelenti, hogy 2026-tól 2035-ig lesz az óvodáskor 9 év, ahol el kell sajátítani azt a tudást, ami ahhoz kell, hogy az aranykor teljes egészében létrejöhessen ez a bolygón. Tehát 2035-ig, december 31-ig létre kell jönni az aranykornak. Oké? Tehát létre kell jönni. Ha netántán valaki ezzel kapcsolatban a saját gondolataiba problémát vetne föl, semmi gond, akkor kivonják az élők sorából. Tehát azok, akik nem akarnak az aranykorba bekerülni, illetve előtte nem akarják azt a 9 éves fejlődést megcsinálni, azt fogják és kivonják az élők sorából. És akkor még beszülethet egy olyan családba, amelyik be akar jutni az aranykorba. Az aranykor azt jelenti, az aranykor társadalma, hogy szeretetben, békében és boldogságban élnek az emberek. Ahol nincs szükség hatalmi elitre. Sőt, nincs szükség közvetlen irányítására. Nincs szükség arra, hogy az embereknek megmondják, hogy mit tegyél. Világos ez? Tehát az ember képes arra, hogy tudja, hogy mit tegyen.
anélkül, hogy bárki megmondaná, hogy mit tegyen. Nyilván nem gyerekkorról beszélek, hanem felnőtt korban. Tehát ha egy felnőtt kellő tudással rendelkezik, általában a felnőttek 35 éves korra tudják ezt megszerezni. Tehát 35 éves korra lenni kellene annyi tudásnak, hogy az ember tudja, hogy mit kell tennie, anélkül is, hogy bárki megmondja neki, hogy mit kell tennie. Nekem ez egy kicsit előbb volt, ugye 30 éves koromtól indult ez a dolog, tehát 91-től, de átlag ez 35 év. Tehát egy embernek, aki rendelkezik alapvető tudással, nem kell megmondania, hogy mit tegyen. Világos ez? Ma a legtöbb embernek sajnos meg kell mondani, hogy mit tegyen. Az aranykorban senkinek nem mondják meg, hogy mit tegyen. Világos ez? Mert pontosan mindenki fogja tudni, hogy mit kell tennie. Tehát az aranykornak az lesz a szerepe, hogy ebből a hatodik lelki szintből fölvigye az embereket a hetedik lelki szintre. Hogy képes legyen valaki egy feltétel nélküli szeretetre, ezáltal a szeretet alapon történő együttműködésre. De nem csak arra legyen képes, hanem legyen olyan tudása, hogy képes legyen a teremtés alsó szintjén teremteni. A teremtés szintjei 7 szintre bomlik, illetve 8 szintre bomlik pontosabban, 8 szintre. A legalsó szinten képes legyen az ember ebből a 8-ból teremteni. És ez önálló teremtést jelent, önálló teremtés persze, abban benne van az együttműködés másokkal. De most képzeld el, azok az emberek, akik magamutogatás hívei, azoknak elég nehéz az együttműködés. Akik ugye ők a kihain, nem? Hát azoknak az együttműködés ez kicsit távol áll tőlük. Szóval a lényeg az, hogy gondold végig, ez a beteljesülés szintje, tehát a hatodik lelki szinttől eljutni a beteljesülés szintjére, az gyakorlatilag nem 9 év, hanem több. Na most ebben kapcsolatban hadd mondjak információt, jó? Valaki idősebb és számolgat, azt mondja, hogy hát 6 év múlva, vagy 9 év múlva, 15 év, ugye a kettő együtt, hát most vagyok 70, addigra 85, hát már körülnézek a 85 éves korosztályba, akkor azt látom, hogy hát már lassan lépni se tudnak. Hát akkor mi lesz velem akkor majd? Na ugye, nem tudom, tudjátok-e, hogy ez a test, ez meddig tud élni? Tehát mire lett tervezve? Nem, most már 150, tehát 150 évre. Tehát a 140 az régebben volt, a múlt században, most már körülbelül 2-5 éves periódussal ki lett tolva. Tehát 150 év ennek a testnek az élettartama. Na most, hogy ez a test bír-e 150 évet vagy nem, ez a jelenlegi viszonyok között nem a válasz egyértelmű. Igen ám, de itt nem jelenlegi viszony van, hanem van egy 6 év utáni 9 év, ami már nem ez a viszony, és van egy 15 év múlva egy másik viszony, ahol közvetlen kommunikációban vagyunk a fentiekkel, illetve leszünk. Én már vagyok, csak a többiek is. Ami azt jelenti, hogy a
tested élettartama, hogyha muszáj, akkor kitolják. Világos ez? Egyébként csak úgy mondanám, hogy a mesékben van egy olyan, hogy életvíz. Emlékeztek? És ez akármilyen hihetetlen a történelemben, például még Gilgames idején, ki az, aki hallott arról, hogy Gilgames eposz? Ismerős a dolog? Akkor még létezett a bolygón az életvíz, és a Gilgames eposzban még nem eddig éltek az emberek, hanem sokkal hosszabb ideig. Világos ez? Például Ádám Éva is ilyen sok száz évet, csak nem ezer évet élt. Érted? Na most, tehát ez a test, ez kibír, vagy illetve kibírna 140-150 évet. Oké? Na most, akkor számolt ki, ha mondjuk x éves vagy, akkor még hány éved van hátra, mondjuk ha azt mondják, hogy jó, akkor te csak 130 évig fogsz élni. Hány év van még hátra? Akkor lehet, hogy azt hitted, hogy pár évtizeded, az kiderül, hogy még az életed fele itt van hátra, érted? De legalább mondjuk egy harmada. És nem most a következő 6 évről beszélek. Oké? Hanem a utána következő 9-ről és az utána következő ki tudja mennyiről. Mert az már tőlünk függ, hogy a Föld mikor tagozódik be egy magasabb szintű létformába az aranykor után. Világos ez? Tehát a magasabb szintű létforma azt jelenti, hogy már nem születsz be egy ilyen testbe, hanem egy olyan testbe születsz be, amely akár sok száz vagy több ezer évig képes létezni, és amelyiknek nincs reaktív elméje, csak tudatossága, és úgy születsz be, hogy te választod ki a 21 éves testet, a mai értelembe vett 21 éves testet, tehát a felnőtt testet, érted? És nem törlik a tudásodat, sőt visszaadják azokat a tudásokat, amivel rendelkeztél. Nem kell rendelkezned minden tudással, érted? Csak aminek értelme van, azt kapod vissza. Tehát a te tudásodat. Hát most gondolj bele, átlagosan itt a Földön a lelkek azok hát úgy kb. 700 millió évesek. Átlagosan. Tehát 700 millió évesek. Te gondolkodsz itt ebben a pár évtizedben, mióta itt élsz, és közben megéltél 700 millió évet, és megtapasztaltál sok mindent, rendelkezett tudással. Na most ezt csak úgy tudják visszatölteni, hogyha lélekformában működsz. Tehát ez a test alkalmatlan arra, hogy sokkal nagyobb tudással rendelkezzen. Világos ez? De van olyan test, amelyik nem alkalmas arra, vagy ami alkalmas arra, hogy egy olyan lélek legyen benne, amelyik nagy tudással rendelkezik. Tehát most gondolj bele, hogy tehát mondjuk ha 20-szor annyi tudásod lenne, mint most van, ezen a bolygón, ebben a testben akkor is vannak betegségek, kopások, stb. Egyéb dolgok. Érted? Ami azt jelenti, hogy a reaktív elme miatt a tudást nem tudnád használni, mert megint bekattana a reaktív elmén. Értitek? Tehát ebben a testben a tudásunk bizonyos mértékben tud gyarapodni. Tehát el tudod azt érni, hogy ne a
az agykapacitásodnak mondjuk a 2%-át használ, hanem mondjuk a 30%-át. Érted? Hát az is sok, mert ha megnézed, szorozd be, hányszoros, hozd el a 30-at 2-vel, ugye az 15. Tehát lényeg az, hogy 15-ször annyi tudással tudnál rendelkezni, mint amennyi most van, mint amennyit most megéltél. Vagy akár még többszörös, mert tudnám még nagyobb arányt használni természetesen, csak mondtam egy számot. De végtelen mennyiségben nem tudnánk, mert az agy kapacitásunknak egy jó részét elviszi a szervi működés. Ugyanis mindent az agy vezére. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy mindent vezérel és felügyel, és az egy bizonyos kapacitást elvisz. Na szóval lényeg az, hogy megnéztem az órát, túl vagyunk minden időn. Hát hogyha most hallottál esetlegesen információkat, ami úgy érdekesnek tűnt, akkor gondolj bele, mennyi információ lehet majd a probléma megoldó coach képzésünkön, ami 20 perc szünetet követően fog kezdődni, illetve folytatódni. Mert ezek a coach képzések nekünk, ez egy 3 éves program. Próbáld ki. Mondjuk próbáld ki egy hónap erejéig. Érted? Tehát minden következmény nélkül próbáld ki egy hónapig. Ami azt jelenti, hogy olyan áron nyújtjuk a képzéseket, ami senki számára nem megterhelő, hiszen a második hónaptól ez 330 forint óránként. Mit kapsz te 330 forintért? Milyen tudást óránként? A második hónap, illetve az első hónapban van egy kis kivétel, dupla az első hónap, tehát az 660 forintra jön ki óránként. Egyébként 30 órányi képzést nyújtunk. Tehát pontos összeget akarsz, akkor 19.700 forint, és utána pedig 9.800 forint a második hónaptól. Ha bármi kérdésed merült volna föl, akkor kérdezd a vezetődet. Ha nem tudod ki a vezetőd, akkor az irodában keresd a telefonszámon, vagy a Skype címen, vagy bármilyen elérhetőséggel. Kérdezd meg ki a vezetőd, kérdezd tőle, és legyél tanuló, az a lényeg, jó? És kezd el a tudásod gyarapítását, és akkor így lazábban tanulhatsz, mert ez a 9 év az kemény, 9 év lesz, jó? Tehát ezáltal ugye neked előtanulmányaid lehetnek, és akkor könnyebben tudod azt a 9 évet megtanulni. Jó, úgy köszönöm a figyelmeteket, további szép estét és jó tanulást kívánok mindenkinek, szeretlek benneteket, sziasztok!